Nimszenétől volt hangos a 60 és 100-szor szép óvoda udvara, ugyanis szüreti mulatságot rendeztek. Az eseményen a gyerekek népi eszközökkel ismerkedhettek meg, valamint táncoktatáson is részt vehettek. Nagyné Kis Gabriella, az intézmény igazgatója elmondta, hogy a pedagógiai programjuk része a néphagyományőrzés, ezért kiemelten nagy hangsúlyt fektetnek a tematikus rendezvények megvalósítására. Hát mindenképpen a néphagyományőrzés volt a háttérben, ez volt a fő rendezési szempont. Ennek megfelelően szőlőt préselnek, lovaskocsiznak, népi fajátékokon játszanak, és népi zenére, és népi élő hangszeres zenére táncolnak. Hozzátette, azt tapasztalja, hogy a gyerekek nagyon nyitottak és szívesen ismerkednek a szüreteléssel és az ehhez kapcsolódó programokkal. Így például a rendezvényen a szőlőprést is sokan kipróbálták. Regős Alexandra nagyon jól érezte magát a foglalkozásokon. Elmondta, az állomásoknál izgalmas programok várták. Énekeltem, táncoltam, meg mindjárt fogunk fölülni egy lovaskocsiba. Az intézmény előtt a gyermekek megsimogatták a lovakat, ezt követően pedig nevelőik segítségével felültek a szekére, majd tettek egy kört az utcákon.